elfelejtetted az iPhone jelkódját. Ez megoldható. Elfelejtetted az iCloud-nak a jelkódját? Ez nem annyira megoldható. Amire szükségünk lesz, az egy lehetőleg eredeti Lightning kábel, azaz az iPhone töltőkábel, egy laptop vagy egy számítógép, az iTunes, azt ingyenesen le lehet tölteni az Apple oldaláról. Az érdemes, hogy a legfrissebb verzió legyen. Szükségünk lesz internetre és egy kis türelemre. Mint látjátok, ez itt az én iPhone-om. Jelen pillanatban arcfelismerésre reagál, meg tudom nyitni és minden rendben van. Viszont akkor, hogyha nem ismeri fel az arcomat, akkor kéri a jelkódot. Na, erről a jelkódról fogunk ma beszélni, ezt, hogyha elfelejtetted, erre van megoldás. Hogyha az iCloud jelszavadat felejtetted el, arra már egy kicsit komplikáltabb. Tehát akkor most azt fogom csinálni, hogy beütök néhányszor helytelen jelkódot, és lezárta a telefont, mert ő úgy érzékelte, hogy valaki fel akarja ezt törni. Ez a procedúra, amit most mutatni fogok, ez letöröl abszolút mindent a telefonodról. Újra szoftoljuk a telefont, és zéróról kell kezdeni, nem lesz rajta semmi. Minden régi adatot elveszik, ha csak nem volt valahova lementve, és nem tudod utána visszatölteni. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot megcsináljuk, ehhez be kell lépni DFU módba, azaz egy ilyen recovery ilyen mód, service mód másképp. Ez az a lépés, ahol nagyon sokan szoktak elakadni, és ezt ha nem sikerül egyből, akkor ajánlatos többször megpróbálni, ugyanis biztosan működik, csak türelem és odafigyelés, hogy pontosan kövesd a lépéseket. Áthelyezem a kamerát, hogy mindkettő látszódjon, a telefon is, meg a laptop is. Na most itt megnyitjuk az iTunes-t, amit én már letöltöttem, de az Apple oldaláról ingyenesen le lehet tölteni. Hozzá csatlakoztatom a telefont. Sokat segít, hogyha van hangja a laptopnak, ugyanis segíteni fog, hogyha halljuk, ami történik. Na most, a folyamat a következő. Meg kell nyomni a hangerő felgombot, utána rögtön a hangerő legombot, utána meg nyomva tartani a kikapcsolás gombot, egészen addig, ameddig elfeketedik a kijelző, illetve kikapcsol a telefon. Amikor ez megtörténik, akkor ezt nyomva tartjuk, viszont a hangerő legombot is elkezdjük nyomni, és 5 másodpercig, utána a kikapcsoló gombot elengedjük, és a hangerő legombot addig tartjuk meg nyomva, ameddig halljuk, hogy csatlakozik a laptophoz. Tehát megmutatom. 1, 2, tartjuk nyomva. 1, 2, 3, 4, 5. Elengedjük a kikapcsolást, és a hangerő le gombot tartjuk nyomva. És most csatlakozott. Ez most DFU módban van, teljesen fekete a kijelző, viszont a laptopon felismerte, mint egy recovery módban levő iPhone, amit újra akar szoftolni. És ezt most meg is fogjuk tenni, mégpedig úgy, hogy megnyomjuk az OK-t, és Restore iPhone opcióra kattintunk. Addig a telefon az teljesen hosszú ideig még itt sötét lesz, nem fog mutatni semmit. Miután megnyomtuk a Restore-t, ez az opció van, hogy Restore and Update, tehát letölti a legutolsó, a legfrissebb szoftvert, és azt fogja telepíteni rá. Tehát akkor most elkezdi letölteni a szoftvert. Lassan a letöltés végéhez érünk. Telefon ugyanolyan állapotban van,
defeo módban, tehát teljesen fekete a kijelző és nem reagál. És igazából a nehéz részén túl vagyunk, ugyanis minden nagy részt megoldja már egyedül. Most már csak hátradőlünk, és várunk, ameddig a telefonunk újra szoftolja magát. Majd még lesz néhány lépés, amikor aktiváljuk, de azok már nagyon könnyűek. Feldolgozza a fájlt majd, hamarosan leellenőrzi az Apple-lel, kicsomagolja. Most fog bekapcsolódni a telefon. Hallhattuk, ahogy ki lecsatlakozott, majd visszacsatlakozott a laptophoz. És láthatjuk is, hogy bekapcsolódott. És elkezdi feltölteni az új szoftvert. Ez is elég időigényes. Mint ahogy említettem, ez az iCloud-nak a jelszavát nem törli ki, csak maga a kijelző zárt. Apple ID-t azt meg kell adni. Itt van egy fontos lépés, hogy ne legyenek adatok költöztetve, így az újbóli jelkód megadása után, illetve az iCloud jelszó megadása után jött az órára,
az órára jött egy kód, amivel tovább tudok menni. Jelkód megadása később, hely meghatározás engedélyezése, és itt a vadonatúj iPhone-unk. Jelkód nélkül. Hogyha valahol elakadtál, akkor nyugodtan megírhatod kommentbe, hogy pontosan mi történt és hogy történt, és próbálok készíteni egy újabb videót megválaszolva a kérdéseket, amik születni fognak. Személyesen ne keresd meg, nem fogok tudni mindenkivel egyenként beszélni, csetelni, nem tudok segíteni. Hogyha DFU módba akadtál el, igazából az az egyetlen hely, ahol el tudsz akadni, akkor készítek még egy videót, amiben megpróbálom jobban elmagyarázni, azt most ide ki is linkelem, hogy tudod betenni a telefon DFU, azaz Recovery módba. Ha tetszett a videó, vagy sikerült, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogyha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!